Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. Az egyik legcsodálatosabb dolog az őszi hónapokban, hogy kellemes időben, gyönyörű környezetben kirándulhatunk, és hogyha szerencsések vagyunk, akár szarvasbőgést is hallhatunk. Két jeles esemény is van ebben az időszakban, az egyik a közelgő Tiszta hegyek világnapja, a másik pedig az úgynevezett erdők hete. Mai adásunkban ezekről a kezdeményezésekről, valamint néhány igazán izgalmas kirándulási lehetőségről fogunk beszélgetni. Ebben lesz segítségemre Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT kommunikációs előadója. Üdvözöllek ismét a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket is. Szeptember 26-a a Tiszta hegyek világnapja. Hogyan éli meg ezt a napot a Pilisi Parkerdő ZRT? Készül valamilyen különlegességgel? Hát, hogyha visszatekintünk egy kicsit az időben, akkor tudnunk kell, hogy egyáltalán hogyan indul el ez a Tiszta hegyek világnapja. Egy dél-koreai hegymászó nevéhez kötődik ez a program, illetve ő volt az, Han Wang-yongnak hívják egyébként az úriembert, itt a 8000 méter feletti csúcsokat hódította meg, és azt tapasztalta, hogy ugye ott a hegymászók maguk után, nyilván ugye túlélésért küzdenek, de rengeteg szemetet hagynak fönn a hegyen, és ezzel pedig ugye kárt okoznak a természetnek. És egy olyan kezdeményezést indított útjára, hogy ezeket a helyeket tehát újra elkezdte megmászni, és a szemetet magával vitte. És nagyon fontos ez a momentum, hogy magával viszi a szemetet. Így a Pilisi Parkerdőnek az elképzeléseit úgymond ő nagyon jól ötvözte, hiszen nekünk is az a célunk, hogy az erdőbe minél kevesebb szemét kerüljön ki. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy nálunk itt a Pilisi Parkerdőben szinte minden nap a Tiszta hegyek világnapja, azért küzdünk itt már jó pár éve, hogy erdeink minél tisztábbak legyenek. Nagyon sokat tehetnek azért maguk a kirándulók is, hogy ez a feltétel ez teljesüljön, hogy ők is olyan környezetben tudjanak kirándulni, ami a szemnek is kedves. Így hát arra biztatunk mindenkit, hogy Han Wang-yong után szabadon ő is vigye magával a szemetét, és ne hagyja ott az erdőben. Nagyon jók a tapasztalataink egyébként itt a belső pilisi területeken, azokon a régiókon, ahol kifejezetten csak ugye túrázók járnak. Egyre kevesebb szeméttel találkozunk, és egyre inkább terjed a köztudatban az, hogy mindenki magával viszi a szemetet. Nagyon egyszerű egyébként ennek a problémának a megoldása. A hátizsákban el kell helyezni egy kis nejlonzacskót, és utána az összegyűrt PET palacka szinte nem nyom semmi súlyt, tehát nyugodtan abba bele lehet gyűjteni, és aztán az erre a célja közterületen kihelyezett kukában el is lehet helyezni. Vannak olyan régiók, ahol egyébként kiemelten környezettudatosak az emberek? Igen, tehát mint említettem, itt mondjuk a Pilis-Visegrádi hegységben sokkal tudatosabbak a túrázók. Nyilván itt az agglomerációban, tehát itt a budai hegységben még azért akadnak sajnos olyanok, akik akár rongálással, akár pedig a szemétnek az otthagyásával, hát bizony okoznak természeti károkat is. Ami fő probléma inkább, az ugye a lakott területek közvetlen környezete. Tehát nagyon sokan ugye a házaktól viszik ki a hulladékot az erdőbe, nem akarnak azért fizetni, hogy ugye a hulladékot elszállítsák. Sajnos ez ugye a mai fogyasztói társadalomnak úgy gondolom egy nagy hibája, de érdemes azért figyelembe vennünk külföldi példákat is. Jó magam még annak idején az egyetemi évek alatt voltam kint Németországban, és ott a Fekete-erdő környékén túrázva például egyáltalán nem találkoztam erdőben elhelyezett kukákkal, és mégis minden úgymond tiszta volt. Tehát a túrázók ott már sokkal hamarabb önmaguktól rájöttek arra, hogy saját maguk tudnak tenni így a környezetért, úgyhogy erre biztat a Pilisi Parkerdő ZRT és mindenkit itt a budapesti környéken is. Hogyan lehetne megoldani az illegális szemételhelyezés problémáját itt hazánkban? Én azt gondolom, hogy elsősorban ez egyfajta szemléletváltást követel meg, tehát mi a kommunikációnkban arra törekszünk, hogy mindenki számára eljusson ez az üzenet. Azt gondolom, hogy a túrázók körében már jó hatásfokkal ért el ez a kommunikáció. Nyilván ebben segítségünkre vannak azért különböző természetjáró szervezetek is, de az önkormányzatok felé is keresünk a kapcsolatot, hogy ilyen fórumokon, vagy akár egy ilyen televízió beszélgetés kapcsán mindenkihez eljusson ez az üzenet. És a Tiszta hegyek világnapját rögtön követi az Erdők hete, amit október első hetében tartanak számon. Mióta van jelen ez hazánkban?
1997-ben indult útjára az Erdők Hete program, méghozzá október első hetében. Elsősorban ez az erdészeknek volt a kezdeményezése. Szeretnénk ugye a szakmánkat népszerűsíteni, másrészt pedig az erdész munkájával megismertetni a szélesebb közönséget. Ez jelent természetesen ugye kisiskolásokat, óvodásokat, de ugyanakkor a felnőtteket is. Tehát különböző sokszínű programokkal várják ilyenkor az állami erdőgazdaságok a jelentkezőket, illetve a programok iránt érdeklődőket. Idén pedig egy újabb érdekes témakör, hiszen minden évben van egy témakör, amikor egy csoportosul az Erdők Hete. Most a növekvő erdők lesznek célkeresztben, ennek is megvan persze ugye a maga oka. Mi is ez pontosan? Idén a növekvő erdők ugye annyit jelentenek, hogy ugye Magyarországon, amikor a trianoni békediktátum után elcsatolták a területeket, akkor az erdősültség 8-10%-ra esett vissza. Ez egy nagyon alacsony szám, és itt az elmúlt 100 év alatt az erdészek azon törekedtek, hogy ezt az erdősültséget ezt növeljék. Természetesen nagyon sok hatalmas koponya is úgymond részt vett ebben a történetben, akár hogyha mondjuk Kán Károlyra gondolunk, aki az erdészek és illetve a természetvédelem egy fantasztikus alakja, és így mondjuk az alföldfásítási program is nagyon sokat tett azért, hogy ez a szám megnövekedhessen, és így napjainkra már 22%-os hazánk erdősültsége. És ehhez hozzájárul az is, hogy a Pilisi Parkerdő ZRT különböző fejlesztéseket is véghez visz évről évre itt Budapesten és környékén. Így van. Maga az Erdők Hetében egyébként az a megtiszteltetés is érte a Pilisi Parkerdőt, hogy a nyitó rendezvény az nálunk valósulhat meg. Méghozzá a környezeti nevelésnek az úgymond egyik fellegvárában 1988-ban alapították ugyanis Visegrádon, a Magyaróhegyen az erdészeti iskolát, ami napjainkra már legendás igazgatónk Madas Lászlónak a nevét vette fel. Tehát a Madas László Erdészeti Erdei Iskolában lesz az Erdők Hete nyitó rendezvénye, ahol egy film is bemutatásra kerül, természetesen Növekvő Erdők címmel. Ezen kívül pedig igen, készülünk különböző fejlesztésekkel is, ami mondjuk itt a környéken élőket is fogja érinteni. Az önkormányzattal már leült az erdőgazdaság tárgyalni, hogy a helikopter úti erdőben szeretnénk közjóléti fejlesztéseket végrehajtani. A tervek már ott vannak az asztalainkon, és hát nagyon reménykedünk, hogy az önkormányzattal további egyeztetések folyamán ez hamarosan kézzel fogható eredményeket produkál itt a környező lakosok számára. Ez nagyon jó hír a kerületben élők számára. Más fejlesztések is vannak kilátásban? Maradjunk akkor még továbbra is Budapesten, és hamarosan örömmel számolhatunk be arról, hogy hát újra látogatható lesz a Makovec Imre kilátó a Kishás-hegyen. Ez egy felújítást követően válik lehetségessé. Az érdekesség abban, hogy itt a Makovec Imrének az örökségével együttműködve, a Makovec Imre alapítvánnyal együttműködve, és még egyetemi hallgatói segítséget is igénybe véve tudtuk felújítani ezt a kilátót. Úgyhogy továbbra is majd szeretettel várjuk itt az erdő látogatókat egy jobb és szebb megújult kilátó környezettel. Ezen kívül pedig ott a Hárshegyen további futó ösvényt is tervezünk létrehozni, de emellett azért odafigyelünk más régiókra is, például mondjuk az Árpád kilátó környékét is megújította az erdőgazdaság, valamint egy nagyon kedves, kissé interaktív tanösvénnyel készülünk majd a 3-as határhegyen, méghozzá a Gukler Károly utat vettük úgymond célba, most is zajlik ennek az útnak a felújítása, október végére remélhetőleg már véget érnek a munkálatok, és át tudjuk adni a nagy közönség részére. Ez a számtalan fejlesztési és kirándulási lehetőség, illetve útvonal szinte azt eredményezi, hogy az ember dönteni sem tud, hogy merre induljon. Ha jól tudom, szervezett túrákat is megvalósít a Pilisi Parkerdő ZRT. Tudnál erről is mesélni egy pár szót? Természetesen igen.
Az erdő orgonájának szokták hívni a szarvasbőgést, ami szeptember hónapban szokott zajlani. Ugye nagyon sok helyen már augusztus végén bőgnek ugye a szarvasok, nem teszik ezt ugye természetesen öncélúan, tehát ez az ő szaporodásukhoz hozzátartozik. Azonban ilyenkor lehet leginkább észrevenni ugye az ő jelenlétüket az erdőben. Ezért a Pilisi Parkerdő most már hosszú évek gyakorlatának megfelelően szarvasbőgő hallgató túrákat indít. Nálunk azonban itt az északibb régióban egy kicsit később indul meg a szarvasbőgés, éppen ezért szeptember közepétől indulnak itt Budapest környékén a túrák, és egészen október közepéig tartanak. Úgyhogy aki ezek iránt, a túrák iránt érdeklődik, azoknak nagyon javaslom, hogy a Pilisi Parkerdő weboldalára látogassanak el, ez a parkerdő.hu, ahol pedig választhatnak a különböző túrák közül, mert nyilván nem csak itt Budapesten indulnak ilyen túrák, hanem mondjuk ide közelebb a Gödöllői Dombságban is Valkói Erdészetünk is szervez szarvasbőgő túrákat, illetve idén nagy örömünkre a Budakeszi Arborétum is indít szarvasbőgő hallgató túrákat, valamint a Visegrádi hegységben is természetesen alkalom nyílik ilyesmire. Hány éves kortól lehet ezekre jelentkezni? Azt szoktuk kérni, hogy lehetőség szerint kisgyermekeket ne hozzanak magukkal, tehát 6 éves kortól ajánlott ezeken a túrákon részt venni. Nyilván ennek az a prózai oka, hogy a gyermekek azért elég hangosak, nehezen tűrik ezt a kis túrát. Tényleg nem a túráról van szó, ezek olyan 3-4 kilométeres túrák, amik viszont körülbelül olyan 1,5-2 órát tesznek ki, és általában ugye ezek sötétedéskor indulnak el. Tehát akkor érdemes csendben lenni ezeken a túrákon. Emellett még hogyan képzelhetjük el ezt pontosan? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jó magam is vezettem ugye szarvasbőgő hallgató túrákat, úgyhogy első kézből tudok ezekről beszámolni. Elsősorban ugye a túrára való felkészülés az mindig a jelentkezéssel történik, ezt ugye a Parkerdő honlapján meg lehet tenni, majd pedig utána elő kell, hogy keressünk egy vízhatlan lábelit, egy kényelmes bakancsot, amiben a túrát meg tudjuk tenni. Ezek után pedig ugye a kijelölt találkozó pontokon találkozunk ugye a résztvevőkkel. Nagyon fontos, hogy telefonszámot is adjanak meg a jelentkezés során, hogy tudjuk őket keresni, hogyha esetleg nem érnek oda, vagy nem találnak oda, és utána elindulunk az erdőbe. Amit szoktunk javasolni, hogy hozzanak még magukkal, az lámpa, vagy pedig fejlámpa. Ez igazából a visszafele úton válik érdekessé, ugye akkor már eléggé besötétedik, de tavaly volt olyan csoport, ahol kifejezetten azt kérték, hogy ne használjunk lámpát, és így még külön élmény volt ugye az erdőben teljesen sötétben sétálni. Természetesen ezt ugye mindig ugye szakember vezetésével jó, hogyha tesszük meg. Ha éppen nem hallunk szarvasbőgést, mert ugye nyilván nem tudjuk arra kényszeríteni a szarvasokat, hogy éppen akkor abban az időpontban bőgjenek, akkor is azért számtalan lehetőség nyílik arra, hogy ismerkedjünk az erdőnek az éjszakai életével. A tavalyi év folyamán ugye láttunk például ugye vaddisznókat, láttunk dámszarvasokat, láttunk őzeket, tehát érdemes, akinek van esetleg egy jó távcsövet is magával hozni. Nagyon sokan kérdezik egyébként, hogy lehet-e ugye fényképezőgépet hozni. A válasz az erre az, hogy természetesen igen, azonban a vakukat hagyjuk otthon, mert ugye a felvillanó vakuk fénye megzavarja ugye az állatokat, és hát akkor furcs a szarvasbőgés hallgatásnak. Amennyiben esetleg valaki a nappali kirándulás mellett dönt, akár családosan vagy esetleg kutyával, merre induljon ebben az időszakban? Itt az őszi időszakban is természetesen látogathatók erdeink, tehát a Pilisi Parkerdőnél lezárások nincsenek, a turistautak mindenhol szabadon látogathatóak. Aki viszont kutyával érkezik, annak mindenképpen azt tanácsolnánk, hogy ezt pórázzal tegye meg. Kissé talán nehéz ezt, ugye, hogyha házi kedvencünket éppen szaladgálni szeretnénk kivinni az erdőbe, azonban jobb, ha tudjuk, hogy ennek több oka is van. Egyrészt ugye saját magunkat védjük, másrészt pedig a házi kedvencünket védjük, hogyha pórázon vezetjük az erdőben. Ugyanis, hogyha ugye egy vad nyomára akad a kutya, akkor az ősi ösztöneitől vezérelve ugye elindulhat a vad nyomán, és ezáltal ugye zavarja ugye magát a természetet. Másik oldalról pedig akár ugye olyan betegséget is összeszedhet itt az erdőben, amit ugye mi nem tudunk kontrollálni, ami aztán később ugye káros hatással szolgálhat rá. De
jó híreim is vannak ezzel kapcsolatban, ugyanis itt Budapest környékén a 18. kerületben szintén elindult egy egyeztetés az önkormányzattal. Ennek a célja pedig az, hogy erdőterületen szeretnénk kialakítani, hát úgymond egy kutyafuttatót, ahol házi kedvencünk ugye szabadon hát kielvezheti az erdei körülményeket, és ott ugye azért ellenőrzöttebb körülmények között tudják ezt megtenni, másrészt pedig ugye ezzel nem zavarják meg a többi kirándulót sem. Nagyon sokszor ugye érkezik hozzánk ide a Pilisi parkerdőhöz olyan panasz, hogy szabadon engedett kutyák hát ugyan megtámadják ugye a kirándulókat, lehet, hogy ez éppen ugye nem támadás lenne, csak a kutyák örülnek, de nagyon sokan, akik például ugye nem kutyatartók, megijedhetnek ezektől a házi kedvencektől. Akkor nagyon fontos, hogy betartsuk az alapvető szabályokat, és hát túrára fel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és megosztottad velünk mindezt. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét Zöld közelben. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!